Bodrog partján van egy város, Sárospatak. Ez a mi városunk. Mindannyian gyertek haza, augusztusban itt újra találkozhatunk. Sárospatak az idén augusztusban ünnepli újra várossá nyilvánításának 45. évfordulóját. A jeles eseményre az önkormányzat vezetése, a Lokálpatrióták Egyesülete és a város népe szeretettel hívja és várja, aki itt született, élt, tanult vagy dolgozott, akit itt járt, akkor elbűvölt a város. Mindenkinek köztünk a helye, akit megfogtak Sárospatak és környezete szépségei, Lóránfi Koméniusz szelleme, a szőlőktől roskadó kéklőhegyek, a tengerszem labirintusának ösvényei, a város örökölt és épített értékeinek fenséges látványa, a kollégium az Alma Mater szülői bája, az iskolakert romantikus sétánya, a Rákócziak szép és a nehéz időket igéző, ma is méltán büszke vára. Hív az údonfalak közé ékelődött sikátornyi történelmi hangulatot árasztó utcácskák harmonikus csendje. Várja őket is, kiknek már csak emlék az itt megélt élet s első szerelme. Azóta de sok víz lefolyt már az olykor zabolátlan Bodrogon. Gazdag programunkra várjuk, jöjjön a diák, barát, érdeklődő turista, a honi vagy a külföldre szakadt, rég nem látott rokon. Várunk augusztus 22. és 25. között, találkozzunk újra itthon, Patakon.